Na, hello, zombi arcúak! Csácsó, mi csörtészt, a mi újság van? Kéne egy csomó mindent csinálni a Keepernek, de el van egy kicsit gondolkodva. Várjál már, ígyunk, meg ilyesmi. Fökére tornászni nagyon gyorsan a kaja szintünket, meg a pia szintünket, mert nagyon elbeszélgettük előző gameplayben az időnket. Együk meg ezt is, meg írtátok, hogy nem nagyon vigyek cuccot magammal, de hát igazából nem viszek magammal cuccot, csak ezeket, amik nagyon fontosak. Viola Bence mondta, hogy logisztikával foglalkozik, és rohadt idegesítő, hogy minden szart viszek állandóan magammal. De egyébként tényleg nem nagyon viszek, csak így alap dolgokat el. Úgyhogy várjál, ezt is megeszem, aztán akkor elvileg úgy nagyjából maxon leszünk, aztán már nyomjuk is neki, gyerekek, mint az örültek! Hát, itten fődögének a dolgok, 3 darab víz van vissza, ezt kikapcsolom, mert akkor fölöslegesen ne menjen, viszont ebből nincs benn víz. Egyébként mi? Elveszett valami frame problémáink nincsenek? Vagy pedig csak úgy érzékeli a Keeper, beszél hülyeségeket. Na, figyeljetek, ma is izé leszem. Jaj, ne! Jaj, ne! Az 1-es, 2-es, 3-es gombom most nem azok a cuccok vannak, mint bautak, aztán egy kicsit be vagyok keveredve. Hányadik napon vagyunk? 5. napon vagyunk, még van elvileg 2 nap a zombi hordáig. Szóval szerintem még rá kéne feküdni küldetésekre, mert akkor még teleszedjük magunkat minden jó csuda jó dologgal. Erre gondolt a Keeper, várjál! Igen, mi? Ezt nem szedtem ki azt a szaplit, vagy mi van már? Várjátok, gyerekek. Most komolyan? Várjál, hova kell menni? Olyan messze? Jaj, de kár. Na mindegy, csináljuk, gyerekek, veressük neki ezerrel. Gyógyuló félbe vagyunk, ugye még majd fogunk enni gyógyító dolgokat. Aztán akkor szép lesz nekünk, jó lesz nekünk. 7 nap múlva meg ugye elvileg a lootok is kezdenek visszaszivárogni a Keepernek a zsebibe. Zsebibaba még él? Vágjátok azt az influencert? Ilyen OnlyFans-es, meg ilyen ritka nagy riharony volt. nem. Nagyon kedves nőszemély volt, gyerekek. Nem volt riharony. Egyébként az mi van ottan? Ott van valami, oda nézzél, ott van valami épületszerű dolog, de szerintem ott már voltam is. Na, menjünk, aztán csapjuk neki, gyerekek. Aztán csináljuk meg az utolsó. Igen, katakombának akartam mondani ezelőtt azt a dolgot. Jó, kijavítottatok, köszönöm szépen. Csapjuk neki, gyerekek, küldetést megcsináljuk, elvileg megkapjuk a piros mountainbike-ot. Júj! Van egy tuskó. Figyelj, ó, bazza, most meg már az egyes. Összekevertem a gombokat. Én hülye. Most azért se fogom. Most meg görgethetem. Megszoktam, hogy az egyes gombom van az ütőszerszám. Nem is figyeltem eddig, hogy hát ki. Figyelj, most meg adja a mézet, mint az atom. Nem is figyeltem, hogy eddig gyors villentyűket használtam. Most derül ki, amikor állítottam, hogy akarok nyomni egy egyes gombot, aztán izét vesz elő, ugye. Összekevertem a pesztolyt, meg a gépfegyvert. Hát mindegy, jó, ez van, gyerekök. Oh yeah! Ja, most megadott egy mézet, a legelső, hát be kakkantok neki, gyerekek. Menjünk, csináljuk. Legalább megismerjük kis hazánkat, legalább, vagyis a környéket, nem? Hát erre még nem voltunk. Valahol itt spawnoltam, azt hiszem. Azt innen jöttem ugye ide. Elég kicsi helyet ismertük meg még, meg konkrétan még csak ezen az egy égővön járkáltam, vagy Bion, vagy Bajon, vagy minek nevezik? Azon az egy Bajonon, más Bajomon, vagy Bajom? Emmel vagy ennel? Nem tudom, most már. Nem tudom, gyerekek, hogy melyiket kell erre mondani. Már megint köd lesz, ezt a ködöt legszívesebben kigapcsolnám, ezt utálom, ezt a ködöt, srácok. Nem vagyok kibékülve ezzel a keddel. Nem tudom ki, hogy van vele, de ránéztem, hogy hogy lehet kikapcsolni, rákerestem Google-be, és egy csomóan keresték ezt az opciót, hogy már itt ilyen Redditen meg egy-két helyen volt róla szó, hogy lehet kikapcsolni a ködöt. És akkor mindenféle config fájlokat kell másolgatni, meg ilyeneket átírni, akkor tudod kikapcsolni. Szóval a jó édes anyjukat a készítőknek, hogy ezt nem lehet azt, hogy fog, disabled. Nem? Nem, hogy körül volna. Azt hittem, ebben is lesz egy ilyen kutyfaték. Azt nem tudom, hogy tudok építkezni. Egyébként egy csomó mindent kitaláltam, hogy lehetne így megtúrpiságozni a dolgokat. Hogy tudnék.
bevédeni. Írtátok egyébként a lépcsőt, hogy tudnám megoldani. Nem nagyon teljesen értettem egyébként. Annyit értettem, hogy ott falazzam fel mellette. Nem megjártam. Akkor az úgy jó lesz nekem. Egyébként volt egy frissítés a játékba. Beadoltak néhány dolgot. Most már nem, már még mindig V1.0, viszont a verziószám ott a mögötte lévő az egy kicsit változott. Úgyhogy jó. Ja, kaja dolgot majd kellene aprogatnom be, fölfele. Mármint, hogy kéne kaját szereznem. Egy forri szótár kell hozzá néha. És azt is viszont írtátok, hogyha megtanulnám a nem is tudom micsodát, az egyik skillt, akkor látnám legugolva az állatokat. Azért mondjuk az elég baba lenne. Nem tudom, kaját, hosszú távon kaját valamit ki kéne találnom, hogy valahogy tudjak szerezni. Egyelőre még úgyis futkorászás van, meg ugye a hordanapokra építkezés, meg ilyesmi felkészülés. Passzit, de rohadt messze van ez a cucc, gyerekek. Hát milyen messze megyünk már? Sanyi. Szemem kifolyik, már tökeim leszállnak be, azért itt megyünk. Még jó, hogy ebben ezen az... Ja, meg mondtátok, hogy kraftoljak páncért, mert az még nagyon nincsen nekem. Egyébként rá kéne gyúrnom a izére, nehéz páncélra, mert hogyha én közelharci... Oda néz, micsoda lukak vannak itt. Hát ilyet még nem is láttam, figyeld. Olyan, mint egy híd. Szóval van benne egy lik. Von be... Bazz, milyen jól néz ki, hallod? Már egyből ásnám be magam oda. Ez rohadt jól néz ki, az ilyen kanyon. Ez a random generátor egyébként néha így megvillan. Figyeld, arra már nincs köd. Itt még van. Ja, ez a random generátor azért néha megvillantja magát. De úristen, hogy mennyit kell gyalogolnom, hogy a szeme állja meg ennek a izének, a boltos csávónak, hogy elküldött ide. Ja, tök jó lenne minél tovább egy élettel így élnénk, nem? Ezt úgy tudnám értékölni. Hogy ilyen tök sokáig kibírnánk. Nekem az tök tetszene. Ez mi ez? Havas rész, hogy nem? Vagy csak olyan... itt egy hátizsgál. Elhagyta valaki, de van bele, hogy komoly dolgok vannak be. Figyelj, föl se vesz. Ilyen random szarokat nem fogok fölvenni. Mert a szeme álljon meg. Kutyabutya nincs, kutyabutya. Ezeket elviszem, mert ezek lehet, hogy drágaságok, ugye? Megnézem ezt a postaládát. Igen, ezt már megtanultam, de egyébként kapok érte XP-t, hogyha megtanulom? Úgyhogy egyet meg kéne. Hát az Isten tudja. Mármint, hogy oké, hogy nem tanulom meg még egyszer. De kapok érte XP-t, figyeld, és akkor még egyszer ki lehet lootolni. Ugye van az a trikk, hogy azt is tudod csinálni, hogy kilootolod, utána visszajössz, azt a még egyszer kilootolod. Vagy elfogadod, és akkor még egyszer kilootolod. Lehetne így csinálni, de... A Keeper most arra nem megy rá. Meg egy kalapot kell kéne csinálnom, és akkor lenne izőbb. Figyelj, haver! Ne vicceljél. Ha megjutta izé. Fala vanna. Ő még videózik? Ez azt hittem meghalt. Figyelj, bazza, ez bírják ezek. Amó, Grossmutter, gyere ide. Kettő jobbos azért azt teszi nekik. Kicsit kevés volt, meg krumplit azért találtunk. Mi ez? Föl lehet venni? Decoration. Café az egyébként annyival bidesára. Olyan ide jól néz ki az asztal, figyelj, meg van kopva a lakkozása. De jó, rohadt jó. Ebben meg szén lesz már megint. Nem. Volt benne kettő hús, és nem is romlott. Csoda történt, gyerekek. Frigidör. Kettő csont, jaj, de jó. Elviszem ezt, már ínséges időben jó lehet. Kinyissuk az ajtót. Ebben meg semmi nem lesz kb. Rongy. Annyira kuka a lút ilyenkor még a legelején. Az a részé, mennyi kacat. Ez így megtöltött az inventory instant, mi? Hello, hello! Helyzet? Itt biztos fekszik valaki. Ó, de tök jól néz ki ez a hely. Az mi az? Ott egy kapcsoló. Na hát ilyet nem láttam még, baze. Ott egy kapcsoló, gyerekek. Figyelj, mutassa, hogy van kapcsoló. Na, nem baj. Mindjárt nyakon verek itt még pár embert. Benne a izébe. Bent a gyóntató fülkébe volt a leányzó. Éppen gyónta meg, hogy paráználkodott. Ezt így volt. Pap nincs. Kinek gyóntál? Figyelj, laptop.
Gamer laptop. Ezt a széket elviszem, ezzel fogok ejtőzni, de nem a... Jó, tele, olyan jól utogolnak gyerekek, könyveszekrényben ilyen semmi nincs körülbelül. Na. Hello! Tuti, hogy vagy? Ez tök jó, mert lekádézod, érted? Ilyen knockdown-olod. Hé! Hey! Csávót. Az mi? Ja, le tudod így izélni. Le tudod ütni a csávót. A bazzen megint ilyen hülyeségek. Úgy utálom. Megint tele leszünk minden lomma. Kutyák! Ez árva, ez árva. Valami kapcsoló volt ott le, meg kellene nézni, kíváncsi vagyok, hogy milyen kapcsoló volt. Meg valakik rúgják a portot ki, gyerekek. Nyugtalankodnak. Hú, de megjöttem a saját bunkóptal, öcsém. Na mi van itt? Ott van egy kapcsoló, Ben. Hát az mire jó? Na de várjál, megnézem. Ó, már megint rossz gombot nyomtam. És közben bejönnek itt a csúnya arcúak, akkor meg baj lesz. Ja, hát ilyenre még nem raktam, ugye még mindig ez a ütöm ki a dolgokat, ez ilyen atom lassabb megy. Valaki hötyörög. Ez milyen gyorsan üti ki a dolgokat? Figyeld meg, előbb eljár, mint ide be, mi? De milyen szar idő van, esik a első gyerekek. Karikára, Kossuth Lajos kalapjára. Mit kell kikapcsolni? Itt van a izé. Ezt kellett bevinni, de ó, valami kapcsoló is volt, vagy én voltam a hülye. Ja, itt valami kulcs. Ja, itt be lehetett volna ugrani, és akkor nem kellett volna. Aha, értek mindent is. Jó, hát meg arról van. Hát figyeljetek, akkor Talk to Trader lesz. Kimegyek, hát nem fogok itt tökörészni. Sanyi, mit csinálsz? Hú vagy? Itt izé, fuldoklik a gyerek. Mármint Sanyi. Jó, menjünk enni, nem fogok kb. Itt kilutolni izé kettőszöget még. Hanem nekiveselkedünk, azt megkapjuk a beceklit. Azért a beceklivel már szerintem azért tudnék gyorsan haladni, az tök jó lenne. Hopp, merre, arra. Becekli skill az van. Van jobban becekliző? Lehet, hogy van mi? Tojás. Hoppa. Figyeljétek. Hopp. Van ilyen grafikai glitch, hogy nem töltődnek be a távoli dolgok, amikor is föléző. Hopp. Most már igen, de az előbb nem volt. Úgyhogy lebugott a játék. De ezeket szétütöm, mert ez a méz az mindig is jó, nem? Csak egy kicsit subákba köredni, mert... Fogy a stamina, mert a stamina regenerációra erre kell nagyon sokat... Egy megint a méz, hallod? Stamina regenerációra kell nagyon sokat rárakni, mert ez nagyon hasznos. Mert ugye a futáshoz, a gyalogláshoz, az ütéshez, a közelharci bugyóhoz, bármint az ilyen mininghoz, meg mindenhez ugye a staminát a zabálsz konkrétan. Úgyhogy az egyik legfontosabb dolog szerintem. Fontosabb akár mindenhez. Mert most, érted, horda napon is jönnek majd a zombik agyba főbe. Akkor mi az édesanyámat fogok csinálni, mikor nem lesz stabilám? Hiába nagyon komoly ninja vagyok én. Fölkészült professzionális állat. Azért mindig nem adja a mézet, de egyébként kettő mézet már megint bevákoltam. Úgyhogy most nem mondom azt, hogy le van skriptelve, hogy akkor adjon mézet, amikor már meggyógyulsz, de... Ez ilyen Murphy törvénye, tudjátok, hogy... Ezt le kéne törölni, azt a... egy markot, várjál. Van itt egy ilyen mark, ezt hogy tudom eltüntetni? Tudja, a rossz sebb... Na, így eltűnt. Vagyis legalábbis nem mutatja. Hayden lett. Egyébként egy ilyen minimapot még így elviselnék ebbe a játékba. Mármint nem kell az, hogy ilyen zombikat mutasson. Volt olyan verzió, emlékeztek, amikor volt itt a toolbar fölött egy ilyen radarszerű, és az mindig mutatta, hogy merre vannak a zombik. Emlékeztek arra? Nem tudom, ilyen 8-as verzió környékén lehetett talán. Az olyan elég sokat segített, mert így folyamatosan láttad, hogy melyik irányba merre vannak zombik. Az nem kell, de egy minimap, hogy
hogy ilyen alapvető dolgok a közelben így látnád, ez tök jó lenne, meg ugye látnád merre mész. Jó, oké, ott, ott van az iránytű, hát akkor is. Ah, hát azért mindig nem adja. Jó, mindjárt meg lesz az ide. A becekli szerintem ugye tier 2-es küldetések fognak megnyílani, és akkor lehet, hogy a közelben meg is fog nyílni pár száz méteren belül, a városon belül tier 2-es questek. Az a lényeg, hogyha véletlenül azt fölvesszük, amelyik a saját épületünkben van, az nehogy véletlen rányomjunk, mert akkor ugye resetel. Bár szerintem nagyon nem lesz ez a gond. Ja, a sört megittam mindet, he. Hát ez faszol. Ott a táska. Ott a kettes bunkó, hát sokra nem megyünk vele. Scrappy, scrappy. Meg itt van egy ilyen. Jó, most már akkor igazából se akarja... Mármint ott is a base, bazen, már három van gyerekek. Se olyan nagyon égetően kaja problémánk nincs, se pedig víz problémánk nincs, se fertőzés problémánk nincs. Igazából tök... Várjál már, ez nem olyan kút, hogy izé, hogy lenne a bázis alatta, he? Ha? Nem véletlen megfogtuk az Isten lábát, gyerekek? Hoppá! Gyerekek! Ez mi az anyám balaga? Hide and hole. Várjál, ez itt izé van. Csapdi. Ez tudom mi. Ez izé. Ez nem bázis, hanem konkrétan egy barlang. Tudjál a keeper. Ez alatt egy barlang van. Semmiek, ott van a kapásból egy zombi. Semmi olyan nagyon komoly dolog nincsen benne. A küldetés szól ide egyébként, azt hiszem. Meg a nagy hasznát nem vennénk. Azt hiszem, hogyha ide bemész, akkor le is szakad a francba. Úgyhogy meg van egy ilyen szivatás faktor is. Ezek... Én valami olyan emlékszem, hogy ezek leszakadtak. Ah, ja. Ez benn volt egy régebbi verzióban. Még jó, hogy emlékeztem, mert ebbe felefutottam annó. Arra emlékszem. Na, kinyököttem. Jó, egyel túl vagyunk terhelve. Nem olyan nagy gond. Azt lassan el kéne kezdeni építkezni majd. Hát, álljátok. Figyeljetek, hagyjuk az utolsó részre a bázisfejlesztést egyelőre. Aztán akkor igazából meg fogjuk látni, hogy jó irányba haladunk-e a bázisfejlesztéssel, mármint a hordanapon. Aztán, hogyha igen, akkor csinálhatjuk azt. Az mi az? Ez milyen épület? Érdekes, mert ott már valamennyire jártam. Ja, itt van az a katakomba rendszer alul. Bár olyanban még soha nem voltam. Nem is tudom, hányas, hármas vagy négyes nehézségi szintű. De soha nem voltam olyanban, azt tuti. Már emlékszem. Ja, minden trash-et hozok magammal, majd lehet, hogy megint eladjuk a dolgokat, aztán inkább majd... Amíg nem tudok mindent craftolni, akkor úgy kell megvenni a boltba. Akár építőanyagot is, vagy acélt, vagy bármit tudjátok, akkor meg tudjuk venni. Amíg mondjuk nem tudok forzsolni, meg ilyen hülyeségeket. Jól van, vigyük. Hoppá! Tojást jól adja gyerekek, a tojást. Mintha jobban adná. Egyébként tényleg volt egy patch, egy csomó mindent change-eltek. Meg egy csomó mindent addoltak. Úgyhogy nem tudom, hogy mik voltak. Érdekes, hogy mennyire elhagytuk az íjászatot. Az íjászat az ilyen nagyon lassú, nem? Srácok, hogy úgy oké, hogy ilyen biztonságban vagy, mármint ilyen tök szép dolog, de viszont olyan lassú, mint a tető. Nem találod el, kicsit sebe, ez jó, később, amikor már biztos lesznek jobb számszerei, vagy akármi, akkor már hasznosabb, effektívebb, de azt az anyja, már éhesek is vagyunk. Jó, hát mondjuk aztán nem olyan nagy gond, mert még csak 50%-on van, szóval még mehet lejjebb. Na, skacok. Leadjuk, elvileg kapunk egy beceklit. De egyébként miért arra megyek? Miért érzem azt, hogy nekem arra kell mennem? Nem tudom elképzelni. Hello. Hát rohadtul nem kaptam biciklit, bazze. Hát nem kellett volna kaptam? Azt mondta valaki, hogy megkapom a beceklit. Hát ez ilyen craftos, crafting skill magazin mandl. Legyen egy ilyen. Ott a bicikli-e.
Ott a... Mi? Jaj, mint egy crossmotor, komolyan. Ez mi ez? Ez jó... Aha. Gyorsabban kollektolja a vizet, valami hűtő. Food bundle... Hát a bicikli mindenképpen. Meg akkor inventory dolog, léci. Mennyivel lehetne adni? 500-ért. Van egy annyi lőszerem lett, mint a sár, az tök jó. Viszont... Fú, tele vagyunk pénzzel is, srácok. Ezt el... Ezt eladjuk neki, ezt is eladjuk neki, ezt is eladjuk neki. Jó, tudom, jó lenne az meg minden, biztos írjátok, hogy fú, revje vagy. De... Legyen az, hogy... Jó, van ezt kidobom frazzakkal. Igen, a 9 külső kell nekem. Oké, ezt a beceklit meg lerakjuk ide, jó? Jók vagyunk gyerekek, viszont akkor most egy... Még egy meló. Mi az a speciál job? Aha, megnyitná a következő traderhez az utat. Hát szerintem egyelőre azt még hanyagoljuk, nem? Fölösleges elmenem másik traderhez még. Ó, és még mindig az egyes zombi dolgok, és 1,1 km, meg 400. Ó, de miért? Never mind. Akkor mi? Meg kell csinálni a speciál jobot? Hogy nagyobb legyen? Hát jó. Ó, és a Trader Jane-hez megyünk, érdekes pont. Aki ugye, tudjátok, hogy mit ad. Ő egy ilyen orvos csaj. Várj, hogy kell ezt csinálni? Jaj, de jól néz ki, ez régen nem ilyen volt. Várj, és hosszanyomok, nincs valami inventória vagy ilyesmi? Van neki storage-e? Ó, van neki storage-e is, tök jó, ez tetszik. Hát ez nagyon jó, de gondolom akkor nem lehet fölvenni. Boze, hallod? Júj, egérrel irányítod a biciklit. Ennyi a max sprint. Hát ez nagyon jó, gyerekek! Beceklezzünk el a izéhez, a Jennyhez. Lehet, hogy utána csak izé tier 2-es questeket, azt nem tudom már. Figyelj, itt van egy izé, itt egy tuskó. Várja. Ezeket... Baza. Igen, egyes gombot nyomok, ez a baj. Biciklit ide hagyagul ledobtam a mountain bike-ot. Miket lehet vele még csinálni, hogyha hosszan nyomod? Oda még megint a méz, már 4 van, hallod? Open. Ja, lehet bele módosítót rakni, de jó. Duda, föl lehet menni. Meg ugye a drive. Jó. Shift. Baza, már 4 darab mézem van. Ez nagyon beteg. Ott is egy tuskó. Ezeket én nem vettem észre, hogyha... Lehet, hogy így sokkal jobban észrevenni, ugye, mert így magasról nézed az egészet. Főleg a tetejét lehet észrevenni, mert az így sárgul. Sárgul, mert a kukoricaszár. Hát, most már mindent is túlélünk ezek után, de az a baj, hogyha én ezzel tökölök, hogy itt az összes ilyen... Fia alapba nem fogyaszt staminát, de jó. Csak hogyha nyomod a shiftet, tehát így sprinti van, de akkor se olyan túl sokat. Tök jó. Ezzel azért lehet közlekedni, gyerekek. Nem tudom, mondjuk ez a 2,6 km az nem lesz egy kicsit erős. Itt is van egy jó, nem, megyünk gyerekek, mert le fogok maradni erről, hogy visszaérjek. Akkor meg az bájos lesz. Hú, mennyi tuskó, hallod? Ezeket szerintem tök nem veszem észre, de így is sokkal egyszerűbb. Nem lehet kizumolni? Hát ennyire ki lehet, ez a max. Sokkal jobban átlátod a dolgokat, mert mivel egy ilyen kis felső nézetből látod, de hát ez nem nagyon gyorsan halad. A motorba... Figyeljetek, gondolom a Tier 2-esnek a végén meg esetleg motorbiciklit kapsz. Az meg viszont baromi jó lenne. Az lehet, hogy másik Bionon is van, vagy Bionon is. A Jenny. Mert szerintem minden egyi... mi ez? Trader? Egy másik égövön foglal helyet. Remélem, hogy nem téli lesz. Akkor itt egy kicsit bajba leszünk. Ráfagyunk a biciklire, gyerekek. Úgy Jenny, az begurulunk a traderhoz, azt úgy fog minket leütni egy ilyen jégcsákányja a bicikliről. Jó, ez már 2 izé. Ugrani nem lehet ezzel? Nem. Space-szel nyom egy satút. Kézifékezik egyet, gondolom. Na, úgy tök jó az animációja, régebben, mint hogyha szarabb lett volna ez az egész, nem tudom, legalábbis én úgy rémlik nekem aztán. Az a baj, tényleg annyi verzióval játszottam, hogy az őrület.
emiatt így összefolynak nagyon a dolgok. Egy jó pár részt kell játszanom, hogy így asszimilálódjak az olyan verzióhoz, amivel éppen veressük. Jó sok tuskó van. Egy pár mellette mentem, biztos izét kaptatok. Agyér görcsöt, mármint régebbi részekbe. Hú, baze, hát az jó messzi van te. Hát visszaérek én egyáltalán? Meg mik vannak hegyek? Majd a hátamon kell vinnem a biciklit, az igen jó lesz. Itt ilyen hegyvidék van, ah. 1,6 km, már fele utat majd mindjárt, mert majdnem megtettük. Próbáljunk meg itt felmenni. Tök jó, nem akar el semmibe a bicikli. Ne kiabáljuk el mondjuk, hoppá. Azok ott fák. Hoppá, statúfék! Szállj le, bozó. Várjál, megtámadtak-e? Hogy tudok menni? Arra, balra. Így irányba állítom, mert itt lezugok ezen a szaron, nem tudom mennyire lesz ezek ebbe jó. Aj, arra. Itt is vannak valami város, épületek, felfedezni való van dögive. Jöcsön. Nem lehet ugratni? Ez is kicsit el kellett térnem a dolgoktól. Atis! Elden ringezik Atis még mindig. Atis Gameborg. Streameli biztos, hogyha van kedvetek Elden Ringet nézni, akkor hajrá-e Atis Gameborghoz. Fáj a fogam, gyerekek. Hát nem hiszem el. Egyébként újabban minden betegség, valami, szerintem valami komplex betegség elért. Mert a tököm ki van, múltkor a mánkosom fájt, tegnap úgy fájt a fejem, nem tudtam aludni, pedig nekem nagyon ritkán szokott fájni a fejem. Most meg a fogamat érzem, hogy fáj. Ó, te, nem tudom mi lesz velem. Kifel az utolsókat rúgja bazze. Egyébként lehet meg, vagy összeszedtem valamit. Ilyenkor nyáron is vannak vírusok, ugye csak az nem annyira veszed észre. Ó, bazze, milyen messze kell még menni, megőrülök, vigyel. Ó, menjünk ma. Lassan kell még egy mézet bevernem. Aha, azt akartam megnézni. Jó, jöttek el. Ez tiszta, akkurátusan, ügyes. Ügyes gyerek ez! No, ma az mi? Kiégett föld lesz? Mondom, ez más helyszínen lesz, én érzem. Ott meg vannak azok a tűzkutyák, azt a izére letépnek a biciklérőt. Nadrágomat eszaggassák. Hűha! Ez izé lesz, mi ez? Katonai bázis? Vagy mi ez a kilátó? Nem ám oktára futok! Van, hogy akna van, tudjátok-e. Ez még hiányzik nekem. Motoros zombi! Ú, gyerekek, hát már a szemem megáll, basszus. Mennyi ez? Parósokat megyünk. Azt mondják egyébként, a legnagyobb városok azok leginkább a kiégett földön szeretnek spawnolni. Hát itt ugye lehet viszont izé akna, úgyhogy jó lenne, hogyha nem lennék, nem döglenék. Ú, bazza, itt valami nagyváros téma van. Egyébként ilyen kiégett földön is nagyon szívesen így elhédereznék. Várjál, kéne egy időt. Áll meg, satúfék. Ott volt egy hajó, hát még hajót se látta ebben a játékban, komolyan mondom. Jár biciklizünk ezen a városon, jó? De jó. Hát ebben nem fogunk árbiciklizni, bazza, mert izé van. Le van szakadva a gyerekek. Ott meg van ilyen csatorna, biztos be lehet menni, ott a hajón túl. Megkör kerülünk a dolgokat, pedig azt hittem, hogy átmegyek ezen a városon. Tök jó! Tök jó néz ki! Régebben ilyen tök szarul nézett ki az a kiégett föld, valahogy olyan furcsa most. Sokkal letisztultabb, régebben nem tudom. Ja, ilyen nagy füst volt, nem, az tök idegesítő volt. Jól emlékszem? És tök jó néz ki. Csak tényleg aknára ne menjek. Meg az jó, itt vannak azok a nagy dögmedvék, mi? Na, azzal mondjuk lehet, hogy nem kéne harcolnom. Hűha. A dögmedvével nehogy összefussak. Megnézzük ezt a izét, várost. Aha. Hú, ez tök jó. Valami városszerű. De legalább felfedeztük ezt is, hogy ez így van. Na, Jenny, jövök!
Készítsd a pirulákat. Majdnem más P betűstet mondtam. Dol. Jenny, hol van a pirula? Bazze, nagyon félek, hogy oknára megyek. Na, open van. Itt vagyunk a biciklét. Na, Jenny. Megjöttem. Ez komolyan, ez, itt lakik a Jenny? Várj, ez mi? Föld alatt? Te hallod, jó helyen vagyok? Jaj, hello! Csöcsös! Szia, Mari! Megjöttem, testvére, valamit kapok, ugye, cserébe? Figyelj, herbál antibiotikum, de már hány stemköl, hallod? Már annyi van. Figyelj, vegyünk egy ilyet, ez azért jó, amikor 180 HP-t így fölcsap rád. Azért az aranyos, nem? Szóval egy ilyet veszünk, valami jabod van. És most ő adja a tier 2-ket? Nem mondja, és a másik az nem fogadni. Van itt egy 83 méterre, azt viszont lehet, hogy meg fogom csinálni, csak for fun. Jó? De jó, ez egy templomba van, és kurv, nagyon jól néz ki. Na, szomjasak vagyunk, kélyesek vagyunk. Pia, semmit nem hoztam, gyerekek, szomorú vagyok. De nem baj, semmi gond. Hol kell? Itt van a szomszédban, van egy munka, azt megcsináljuk Jennynek. A beceklét, azt nehogy elhagyjuk ám a beceklét. Figyeld, ez tök jó. Na, ez már tier 2-ös meló lesz. Az se lesz szerintem olyan nehéz, de egyen nehezebb, mint ami eddig volt. Itt van egy város, de jó. Hú, hát ez egy kettő és felese kezdi. Jó, mit kell csinálni? Clear. Ki kell pucolni. Valaki már szutyörög. Figyelj, ott mi az? Ki van feszítve egy ilyen hulla? Ezt nézd már meg. És ez nem? Ez rohadt jó. Ilyeneket nem is láttam még ezt ilyen helyet. Komolyan eskü. Hol lehet bejutni? Hol lehet bejutni, gyerekek? Hoppa, loot! Zombik tök jó lootot dobnak ám. Oda nézzi, kávé is volt, minden is. Csücsö. Hallod, majdnem be lehet menni a Jennyhez. Innen át tudsz menni. Mindjárt pillanat, csak... Szamina gondok vannak. Itt azért egyel több zombi van, mint máshol, ugye? Mit lehetett itt lootolni? Jó, mert ezt meg megveszi, meg itt a Jennykének el lehet adni. Várj, ez a kötélen föl lehet, mert azt nem mondjátok, hogy lehet kötelet mászni ebben a játékban. Nem mondod, hát ez rohadt jó. Várjál, madár. Arra figyeljünk, mert nekem a kriptonitom a madár ebben a játékban, de ez tök jól néz ki. Én ilyen helyen még nem voltam. Ilyen épületben, ez marha jó. Itt biztos, aha. Azt akartam mondani, biztos lesz madár. A legrosszabb madár ebben a játékban meg a kutya. Meghalt? Ez valami bázis, amit egy próbáltak bevédeni, ott van, figyelj, kutyaház. Aha, és itt lehet lemenni, jó. Itt akkor már körülnéztünk? Várj, nézzünk. Hú, de fölött elütöttem. Oda nézd, mi volt az? Nem antibiotikum volt? Akkor megőrülök. Ez meg odavárt egyet. Szerintem az meg egy antibiotikum volt. Vitaminok. Várj, a vitaminok azok mit gyógyítanak? Azok is gyógyítanak valamit. Ezt gyógyítják ezt, amikor így be van kuporcolva a csaló, hogy de szarul vagyok, jaj, de szarul vagyok. Lol. De tényleg, érted, mire gondolok? Figyelj, itt is egy hull, tök brutál. Ez nagyon komoly. Ilyen zombikat így kiézeljétek ide. Generátor. A vasat kinyújtjátok be.
Nem nagyon ismerem, hogy milyen érdekes ilyen új lootolási dolgok vannak, például ilyen generátor régebben nem volt. Na, figyelj és annyi. Tuti egyből rám rontanak. No. No. Érdekes. Ott van a gólya. Anyád bugya gólya. Azért jó lenne belehúznom ám, mert 16 óra van, aztán azért nincs végtelen időnk. Hoppa, az mi a szar volt, gyerekek? Az mi volt? Mi volt ez? Legendary parts. Legendary gear-t lehet craftolni belőle. Ez mi az, hogy legendary? Na, ezt nem fogom elhasználni, gyerekek, ezt mondjátok már meg, ez nem nagyon ért ki a kívül. Basz, szétütöttem hátra mögött a ajtót. Ez majd néha nem tudom, hogy mikor ütöttem szét, meg mikor nem. Basz, ez ennyire hatékony ez a csapda. Figyeld el! Hú, figyeld! Na erre nem gondoltam, hogy ez ennyire hatékony, akkor a két kecót körbe kell rakni, gyerekek, ezerre. Ez elég brutál jó, nem? Hát kéne verekednünk magunkat. Pazd, bele kéne húzni, gyerekek. Na már, ugorj át. Out of stamina, hát persze, nem tudtam átgyűni. Valahol nyűszörögnek. Ilyenkor nem szabad elhasználni a staminát, az nagyon fontos. Hallod a nyűszörgést? Tévét nézte valaki. Az mik vannak itt, gyerekek? Azt a mennyi cucc, öcsém! Azt meg úgy állba vágtam, hogy egyből K.O. lett. Meg az is. Az meg nem. Valahol nyugtalankodnak, csak az Isten tudja hol. Aha! Molnár Krisztián! Figyelj, remám kijön az ajtón. Szétdönti a kecót. Na, most megtalálta az ajtót. Ez valami boss? Boss fight van? Kemény a csávó, bazze. Mi a? Meddig bírja ez? És meghúta magát? Figyeljetek, itt meg minden van. Chemical Station, Sandboat, négy darab izé, nyíl, egy. Hű, figyelj, tomfa! Ezt kipróbáljuk, jó fajta. Ezt megtanuljuk. Meg valaki még mindig nyugtalankodik. Mi meg már szarra vagyunk terhelve, majd eladom a cuccokat, nyugalom. Hoppá! Ezt érdemes volt fölvennem, nem? Egyébként ilyet itt állnátok mögöttem, így hátba vernétek szerintem, hogy a francnak veszed föl képer azt a szart. Semmire való! Ebben meg víz lesz, gondoltam. Ja, meg itt kettő ilyen van. Fú, gyerekek, bele kell húzni. Na, megint az egyes gombot megnyomtam. Nézzük, mi van ebben. Ó, vas. Meg a javítókészlet, amiben meg tudom javítani majd az egyik gépfegyvert. Az tök jó lesz, hogy azért nem fog tönkremenni instant. Meg a kaját meg kéne enni. Ezzel a javítókészlette várjál. Nem, ezzel nem lehet megjavítani? Nem ez a javítod? Azt hitte a keeper. Na mindegy. Megjött ez is. Figyeljetek, húzzunk a francba, mert ebből nem lesz így, nem lesz jó vége ennek. Jó, menjünk. Minden zárva, fogadni mernék. Á, itt a kulcs! És így kinyílik az ajtó. Ez tök jó. Tudtam, bazd meg, kutya! Ó, persze! Persze.
Ezt, baze, ezt. Ha ugrott egy kutya, baze, bebugolt. Most csak 24 percre van törve a lábam, az mit tudok azzal csinálni? Gyerekek, a szum van. Aloe krém. Ezért azt nagyon nem akarnám elhasználni. Ez is jó. Ah, ez is jó. De, no. Egyszerű, ez is jó volt rá, igen. Meg kell innom még egy mézet, és akkor az leviszi maxra. A kaja meg a pia szintem az nem a legerősebb, de viszont rohadtul kell sietnem, mert bajok nem kicsik. Úgyhogy ja, viszont szereztünk jó dolgokat legalább. Valaki meg itt egy nyűszög. Jó van gyerek, te meg ott maradsz. A beceklét itt hagyjuk. Mentőautó várja. Ezt is felejtem, hogy itt lehet lootolni. Itt bent. Ugye szétverni nem lehet, de lootolni lehet. Ja, jó van, oké. Kösz. Thank you very much. Itt még vannak? Ez a Jenny, ez ilyen izé volt. Ilyen kórházi dolgozó, ugye? Itt üzemeltet egy ilyen kórházat. Tök jó, gondolom, van ilyen valamilyen annyira lórja is itt a dolgoknak, hogy működik. Megcsináltam testvérem a munkát. 60 darab, ebből már annyi lőszerem van, és wood. Hát figyelj! Szerintem amit érdemes lenne, az ez, mert azt ugye nem tudom előállítani. Oké. Okay. Inventory, figyelj, szeretnék üzletelni, eladok szarokat neked, jó? Ne haragudjál meg. Ja, hogy nem kellene ezek. Ez jó, az vidd. Vidd a szemet is. A maradékot megkidobom. Ezt is vidd el. Ezt is vidd el. Ez izé 20% esélyt ad, hogy levágja a lábát a targetnek, vagy leszakítja, vagy ilyesmi, vagy nem tudom, valami olyan nem. Ezt is eladjuk, egyébként van 5700-unk, hallod? Ezt a rezet. Ez is adjuk el. Amit nem vesz meg, és nagyon kevés, azokat szórom ki egyébként. Jó. A maradékon marad, gyárikék. Nincs valami jó weaponja itt. Kézigránát, öcsém. Semmi értelmes. Jó modifikáció. Mi az? Füsték. Decoration, armor. Minor helmet. Ugye nem van egy lámpa alapba elvileg. Ennyi a izé, ennyi a... Nem sok minden van nála ilyen. Alapanyag az van. Könyvecskék is vannak. Jó van gyerekek. Haza kéne menni. Bazze 19 óra, nagy baj lesz itt érzem. 3 óra mi odaérünk? Ajjaj. Ajj! Persze bazze. Nem hízzel el, hallod? Persze, ide bugoljak be! Hát, öcsém. Shout of stamina! Meg kiugrottam onna. Nem hiszed el, eltörte a lábamat, bazzek! Komolyan mondom, én nem hiszed el! Nem hiszem el ezt a játékot, öcsém. Hát, mi? Ja, ketten vannak, bazzek! Hát, az anyu... Nem hiszed el, bon most! Ez pedig betalált, öcsém. Jó, most nem érünk erre rá egyáltalán. Ó, hát ez pont most kellett egyébként. Pont most. Jó, majd nem fogok visszaérni, rá fogok cseszni. Eltört a lábam, gondolom. Biztos jót tesz a biciklizésnél a törött láb. Beciklizésnél. Ez a híd legalább nincs leszakadva? Várjátok, jó fele megyek egyáltalán? A nagy bürös szart megyek jó fele. De hogy a francba jutottam el arra? Erre jó. És persze, fáj a lába, hallod, és nyomom a sprintet, nem hiszed el. Nem hiszem el azzal, hogy pont el kellett törni a lábnak. És ugye nem tetszik neki, hogy nyomod a sprintet.
Merre kell már menni? Arra. Fasza, mit faroltam? Jó, gyerekek. 19.38. És az a baj, ugye, hogy azt hiszem, hogy megy fölfele az a lábtörésnek az ideje, tehát nem tesz jót neki, hogy te nyomod neki. Basszus, égett erdő, és ennek már van egy feles nehézségi foka, látjátok, jobb fönt. Tök durva. Hát igen, valószínű, hogy nem kéne például, hogy medvével összeakadnom. Szomjasok vagyunk, éhesek vagyunk, minden bajunk van. Hát de meg rohadt gyorsan haza kéne érni, az lenne a lényeg. Hát, ez kellett itt a legvégén, na, ott meg a tyuke. Jó, nem állunk meg, nem állunk meg. Nem vagyok megelégedve ezzel az egésszel, legalábbis egész jó volt. A legvége, ez nem tetszett ez a dolog. Nehogy egy medvevel találkozzak. Az a baj, vannak ilyen random faktorok azért ebben a játékban, amikor azért ki tudod húzni a gyufát. 20 óra gyerekek, 2 óránk van, és se van törve a lábunk. És tudom egyébként, csak az a baj, hogy megállok, és akkor elkezdek izét craftolni, ilyen, nem tudom, lehet, hogy kell hozzá például duct tape is, lehet, hogy most már az kell hozzá. Volt idő, amikor az nem kellett hozzá, úgyhogy azért nem tudom pontosan. Ilyen sínt, tudod, de azzal is ugye csak annyi, hogy nem fog meggyógyulni, hanem rövid ideig fog tartani. Tehát ilyen gyógyulást azt gyorsítja. Ja. Jó, nem baj. Nem baj, gyerekek. 20 óra 11, hát az a baj, nincs megjelölve, ugye? Így fogalmam sincs, mennyi ideig fog tartani. Viszont arra az lenne jó, hogyha az a csákó, ugye, a bautos, az most adná a tier 2-es questeket ott. És nem mit kéne csinálnom Jenny-nél, mert akkor most mit csinálj, költözzek ide Jennyhez? Vagy mi? De szerintem fogja adni a tier 2-eseket, hogyha megcsináltam azt a speciál jobot. Ugye, hogy átjöttem Jennyhez látogatóba. És így oldottam fel a tier 2-es questeket, és gondolom akkor minden egyes... Ez mi? Gondolom minden egyes... boltosnak az unlockolása egyen növeli, hogy a tier szintjét a questeknek. Tehát úgy tudod unlockolni a következő szintjét. Különben így végtelenségig az egyes szintűt csinálnád. Én legalábbis, én erre a logikára... Szippelek! Figyelj, van egy kávém, azon gondolkodok, bekérek küldenem. Ja, nem tudom beküldeni, amikor biciklizek. Állj meg! Higgyük meg azt a kávét, Leici! Nem inventory, bazze! Na, nyomjad neki. Muszáj volt, mert basszus van, egy óránk vissza. Azt nem tudom mennyi időnk, de még nagyon pici az a ikonyort. Jó, azért így nem fogyasztom minánk, így lehet takerni, figyeld. Sprintelve. Ez a baj, így meg nem gyógyul a lábunk, de meg fog gyógyulni, így is éjszaka. Szóval nem gigád, gond. Az a zombi régen is, már ilyen tök régi verzióban. Ilyen 7-es vagy 8-as verzió körül is azt csinálta, hogy eltörte a lábad, ugye, amelyik így mászik. És oda csap a lábadnak, és eltöri. Mondjuk az a jó lábtörés gyerekek, amikor meg jó 8 perc alatt mi. Az ugye azért adja. Ha meg lesz ez gyerekek, egy óránk még van. Felkaptatott a Verdával a csávó. Jó, hát ez a kávé, ez nagyon jó jött. Egyébként kávét kéne főzni, mert azért hasznos. Főleg addig, amíg nincsen jó stamina regünk. Megvan a binga, gyerekek, megvan a binga. Lehet, hogy úgy van tényleg, hogy minden egyes szint quest után kapsz egy bizonyos járművet? Lehet rá esély? Vagy pedig, ha nem is járművet, de ilyen bundled, ilyen csomagot, amiből meg tudod csinálni, vagy alkatrészek vannak benne. Kinézem a készítőkből, de most már jó lenne, ha hazaérnénk. Rá sem merek nézni a mapra, hogy milyen messze van, basszus. Fú, baze. Van vissza 40 perc. Ami nem tudom hány másodperc, nem sok.
Hát olyan 2 másodpercenként nő 1 percet, tehát akkor van körülbelül 1 percünk vissza, úgyhogy cukker lesz, cukker. Basz, ez nagyon-nagyon nem jó ez. Szóval 1 percünk van vissza. Hui! Ez majdnem leütött a bringáru. Hol van már az a város? Úgy utálom a ködöt. Ez is így megszivatja az embert, hogy nem látsz kettőig. Ó, gyerekek, nem hiszed el, nagyon-nagyon szíváson vagyunk. Nem is látom még. Hol van már a város? Keeper nagyon káros, ha itt kint tölti az éjszakát. Menjünk már, 40 van, bazze. 21-40. Hát a szeme álljon meg! Hát ez nem hiszem el. Hogyha nem vernek le ezek a csávok, bazze, most hogy megyek én? Nem mondod, hogy rá fogunk... Majdnem azt mondtam, hogy baszni, de hát nem beszélünk. Csak a gyerekek, ez nagyon kellemetlen lesz, hogy he. 47. Bazza, mit csinálok én? Így szokok. 49. Nyomjon neki, Sanyi, nyomjon neki! 50! Bazza, 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 bazza. Nyomjon neki, bazza, nyomjon neki! 52! Hol vagyok? Hol vagyok? Azt sem tudom, hol vagyok, bazza. Mennyi már te tesó? 55! 56! Azt a rohadt gyerekek. Hát rendesen összeszedtem magam, azért ez ki volt számolva, mi? Ez az én hülyeségem volt, tudom. Letörtem a lábom, minden bajom volt. De egyébként miért van ilyen low HP-m? Hát azért, mert hülye voltam, ugye? Ilyenkor nagy dilemma mindig, hogy föltöltsem ezt a full HP-ra, vagy ne töltsem fel. Tehát ugye éjszaka amúgy is föltöltődik. De mi van, hogyha ránk ront egy zombi? Akkor rácsöszünk. Jó, hát ez ki volt számolva, basszus, 1 percen múlott, hogy pont beértünk. Mázli volt. Mázli volt! Nem mázli volt, ki volt számolva, gyerekek. Hát így akartam, nem? Nya, 5. nap, hónap jön a 6. nyap. Azt sem tudom, hon vagyok. Ez olyan jó helyen van egyébként, az mindig attól rettegek, hogy leesek innen. Na, együnk, ígyunk, vagy valami legyen. Ebből kiköszönni, mert ez már biztos teli van, azt a könyv nem gyöjt. Figyelj, azt kéne, hogy megnézni, hogy van-e alapanyagi, anyagi. Figyelj, ezt, miért nem hoztam ezt például? Nem azt akartam! Nem azt akartam. Most azt a cseszheted, öcsém. Most azt a cseszhetem. Hanem ezt akartam, hogy ugye az azonos dolgokat egybe rakja, de mindjárt kiszórom, bocsánat, ez nagyon nagy hülyeség volt, tudom. So sorry. Viszont hamar, ha ma megcsinálva, elaggódjatok gyerekek, a mézecske megy oda, ezt is rakjuk oda, a vizecske megy oda, és már is jó, látod? Ja, azt akartam, hogy ugye az azonos dolgokat oda rakja, azt például itt meg tudom csinálni, ezzel, ugye? Igen, nagyon jó. De viszont ez is mehet ide. Ez maradjon, ezt majd mondjátok, mi az a legendary akármi. Ez a modification, ez is menjen oda. Fuck you-t, azt nem használom. Pénz az marad. Hát egyébként tök hülyeség, hogy pénz is elfoglal egy slotot. Ennek nem örülök. Ebből viszont viszünk egy csomót, de nem tudom minek. Meg kell nézni, hogy ezeket mivel tudom megjavítani. Először is betárazom. Mindent is. Ezt is, hogy csak rá kelljen váltanom. Meg el kéne osztani ezt képpontokat, úgyhogy egy csomó minden dolgunk van. Na meg kell nézni egy ilyen kotlát, azt mivel tudom jóítani. Scrap Iron-nal. Micsoda? Short Iron Pipe-al, meg Scrap Iron-nal. Nem is gondoltam volna, én azt hittem, hogy valami ízé, valami komoly dolog kell ehhez, és nem, de jó. Úgyhogy ez jó, és ezt mivel? Ja, hogy ennek van külön olyan scrap. Ja nem,
Reaper, aha, ez viszont azzal, amivel gondoltam. Jó van, oké. Mert azt meg a pisztolyhoz viszont meg már az kell. Hol van? Itt van, van kettőnk is, gyerekek, nem viccelj. Úgyhogy a pisztolyt is meg tudjuk javítani. Úgyhogy akkor azok meg lesznek. Viszont, akkor ez mehet ki. Hát ezt nem tudom, mennyi izéje van, milyen statjai vannak. Mill damage, power attack 27, biztos gyorsabban üt. De én nagyon élvezem azt, úgyhogy ez egyelőre... Jó, akkor berakom ide, nem dobom el. Viszont akkor rakjunk be szenet, ne a fát pazaroljuk. Ide. És, az a 158 percig, jó. És akkor kéne főzöcskézni is. Várja, nekiállunk főzni. Vegyük elő a vizet. Az a baj, hogy... Ennyi vizem van csak összesen. Ez elég gyér, nem? Gyere, amit még föl... Meg itt ez már elkészült. Oké. Okay. Ezt neki is állítom főni. Meg akkor... Mindjárt kajákat is elkezdjük főzni. Ilyen hülye voltam. Egy már mindjárt más. Egyébként tök sokáig főnek a dolgok, nem tudom mi ez. Ezek az alapanyagokból a különböző dolgok. Nem szoktak ezek ilyen sokáig főni szerintem. Ja, ez kellene. A kész alapanyagokat most megint cseszhetem, rakosgathatom. És a kész kajákat. Már hülye voltam. Egész jó. Nem állunk annyira rosszul. Ide rakom ezeket a dolgokat, amik ilyenre jók. Így már egy kicsit barátibb. Jó! Igen, ezeket meg figyel, el kéne kezdeni kajálni. Ráviszem, nem mutatja? Nem, itt nem mutatja. Tök jó. Örülünk. Örülünk. Ezt is hozom. Azt meg kell főzni. A kukoricot meg tudom főzni? Vagy azt lehet, hogy grillezni tudtam, ugye? Húsom az nincs, az durva. Tiszta vegánok vagyunk, gyerekek. Ja, hát húst kellene szereznem, azt akkor sokkal jobb cucca, sokkal jobb dolgokat tudnék. Jó, ez se rossz, ez se rossz. Örülünk neki azért. Semminél jobb. Meg ez ugye water-t is tolja fel ezek a levesek. Jó, egyelőre. Oké, minden szuper. Amit kellene csinálnunk, gyerekek, az az, hogy meg kell nézni ezeket a skill pontokat. Egy darabot osztatok el. Hát ez nem vittem túlzásba, ugye, gyerekek? Nem nagyon vittem túlzásba. Nem tudom, hogy mire kéne. Várjál? Jó, várjál. Itt erre akartunk, ugye? Igen, ez lesz az. Ó, hát ezt mindenképpen. Jaj, de jó! Már maxoljuk ki ezerrel a izét. Ugye pont ezt a waypoint. Ebből nem tudok jobbat csinálni egyébként. Milyen ennek? Stone, stone, stone. Négyeset tudok csinálni, jaj de jó. Fiber wood és small stone. Fiber wood és small stone, viszont ezt nekem ide kell, hogy rakjam. Pont nem lesz elég mi. Ja, izőben nincs fiberöm, nincs, mindig kidobálom, aztán pedig nagyon egyszerű szerezni. Viszont, izét gondoltam, az hogy nem elég wood spike trapet csinálni, mert ez baromi jó dolog. Ezt láttátok, hogy mennyire frankó, meg gondolom fel lehet upgrade-elni is, úgyhogy ebből csináljunk. Meg azt fogom csinálni, hogy a következő részben is lehet, hogy fogok gyűjteni rengeteg fát, és ezt nagyon fogom használni, mert látjátok, hogy tök hasznos, ott a zombit is milyen lazán elkapta, úgyhogy ezt érdemes telecsapnom bele itt a környéket,
Főleg az olyan útvonalakat, ahol jönnek be, viszont rengeteg fa kell hozzá. Úgyhogy ja, itt egy kicsit. Hogyha szétverem az autót, akkor azt felrobban? Annyit hírjatok meg, légy, nem, hogy az legyen, hogy elkezdem kalapálni, aztán a pofámba robban. Meg kéne csinálni valami. Ja, ki kéne találni, milyen útvonalon jönnek be valójára a zombik, azt elrakni. Meg hát gondolom minden honnan jönnek, úgyhogy több útvonalon fognak közlekedni. Én amire gondoltam, azt gyorsan egy elregélem, jó? Aztán megírjátok, hogy szerintetek jó ötlet, vagy szerintetek nem jó ötlet. Arra gondoltam, hogy biztos a létrán fognak följönni. Az 100%. Ha ütik a falakat, az igazából nem is veszitek, mert maxot te ellesznek egy vele egy darabig. Itt egy kicsit kitakarítanék, és akkor azt csinálnám, hogy meghagynám a lépcsőt, hadd legyenek, hadd jöjjenek föl. És viszont az kellene, hogy ide húznék, mondjuk itt, ahol van ez a fal, egy darab védelmi zónát, olyat, hogy oszlopok. Érted? És amin keresztül át tudok ütni ezzel a valamivel. Akkor a következő, itt is csinálnék egy ilyen védelmi zónát, ha véletlen áttörnek, tehát nem tudom javítani, vagy bármi ilyesmi történik, akkor legyen az, hogy legyen még egy, ahova visszavonulhatok. Lesz egy ajtó mondjuk, amit szintén tudok ugye javítani, vagy bármi. A következő, az meg még egy védelmi zóna, mondjuk itt. És akkor tényleg az lenne, hogy így lenne egy három védelmi zónám, és akkor próbálnám leütni őket mindig ezzel a fegyverrel. Esetleg kraftolunk még egyet, hogy ne kelljen javítani se. Igazából alapanyag az nem sokkal. És akkor több védelmi zónán keresztül tudnám ezt alkalmazni. És mégse az lenne, hogy egy ilyen pici helyen vagyok betömörülve, hanem így tudok azért így mozogni. Meg csinálnánk ajtót, mondjuk az egyik felére, és azt felupgrade-elnem. Tudnánk venni esetleg alapanyagot a valami erősebb ajtóhoz. Nem tudom, hogy tudok-e egyébként kraftolni. Milyen ajtót tudok kraftolni, gyerekek? Vagy ez hogy van? Hát ez valószínű, hogy ezeket még nem fogom tudni, de az ilyen iron door-t, ezt például tök meg tudnám csinálni. Van a három ilyenem szerintem, és tudnák esetleg venni, akkor még főleg tudnék csinálni. Meg ezt a wood door-t nem tudom, meddig lehet felcraftolni, meddig lehet felupgrade-elni. Úgyhogy kell rá egy ajtó mindig, hogy át tudjak menni a következőbe. Vagy pedig akkor úgy lehetne megcsinálni, hogy valahogy létra... Nem lenne muszáj ez ajtó se. Hanem lehetne az, hogy létra, alsó két fok kiült, föl tudjak ugrani, és akkor át tudok menni a következő helyre, ők nem fognak tudni átjönni. Na, hoppa, az még jobb, ugye? Tudjátok, izéket csinálnék. Nem tudom, hol van basszus az... Ezt hogy kell? Frame-et kell csinálni? Igen. De ez hogy működik? Most már basszus, ez hogy működött? Hogy nem ilyet akarok, hanem hanger alakút, az hogy vagy gyerekek? Basszus, ez hogy volt? Öcsém. A hülye keeper mi? Vagy pedig itt kell választanom? Valahogy. Nem. Na basszus, ezt meg kell néznem. Elfelejtettem ezt, hogy kell. Hogy kell más alakút csinálni, tudod? Lehet, hogy mennem frame. De az frame. Itt csak ezt az egy frame-et lehet megcsinálni. Ezt hogy lehet akkor változtatni? Jó, ennek utána kell néznem. Viszont már van egy csomó spike trapem, amit meg fogom hinteni majd. Figyeljetek, azt kell csinálni, úgyis hogy itt be fognak jönni, meg kell hinteni jól az alsó szintet, meg esetleg itt is mindent, egészen addig, és így megcsinálni. Na, mit gondoltok? Szerintetek ez működni fog? Ez egy jó ötlet, amit kitaláltam? Hogy több védelmi zóna átugrálni, én át tudjak jönni, de ők ne tudjanak. Lehet, hogy a következő részben neki is fogok állni. Én egy ilyenre gondoltam. Nem szeretném azt, hogy egy védelmi zónám legyen, meg nem ne kelljen felmennem a tetőre se, mert ott jönnek akár madár, vagy bármi, akkor szívni fogok, hanem ez úgy legyen. Egy ilyenre gondoltam. Ezt kipucoljuk, szétverjük itt ezt az egészet a francba majd. Aztán akkor az megoldódik. Az zavar egy kicsit, hogy fa itt a talaj, hogy ezt nem fogják szétpiszkálni, de hát bízunk benne, hogy nem. Ilyen. Lehetne 1, 2,
Három védelmi zóna, lazáson, három védelmi zóna lehetne, ahol tudok is mozogni, hátrébb is tudok egy kicsit jönni, hogyha nagyokat ütnek, vagy bármi van. Hogyha jön olyan zombi, ami ugye lő, vagyis köp, vagy bármi, akkor aztán csácsomi, ugye kettő fegyóval is, három fegyóval is, tudom, hogy osztani őket agyba főbe. Én ebbe gondolkozok, nem tudom, írjátok meg tényleg, hogy ti mit gondoltok, aztán... Hú, viszont ezt az ablakot be kell csinálni, mert figyeljetek, kiverik azt az ablakot, itt meg befolynak. Mi? Az ablakokat be kell csinálni, mert azzal megszivatnak. Hoppá! Ez majdnem így nem is gondoltam erre a dologra, lol. Na, el is búcsúzom, srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó. A taktika, amit kitaláltam, majd írjatok, hogy szerintetek mennyire lehet jó. Jók legyetek, és dobtok egy lájkot, akkor megköszönöm, csá! Sziasztok!